A Híradóban éppen néhány perccel ezelőtt volt alkalmam ismertetni az új üzemanyagárakat, amelyek szerdától már a 670 forintos benzin és 690 forintos gázolaj rémét vetítik előre. Nézzünk egy kicsit egy múltba való visszatekintést a hazai árakkal kapcsolatosan. Júliustól kezdődően hogyan alakultak az árak? Hát látható, hogy elég jelentős, közel 100 forintos áremelkedés van. Itt most már a 700 forintot fogjuk közelíteni, ellentétben a szakértők korábbi vélekedésével, akik csak a jövő év januárjára vagy évelejére jósolták a 700 forintos benzinát, ez lehet, hogy még az idén megtörténik. Így lesz ez, és ha igen, akkor miért, mindjárt megtudjuk. Hollod Attilától, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szóval miért van ez az egyre gyorsuló ütemű emelkedés, és hát mi lesz itt még akkor, hogyha januártól majd még a jövedéki adó emelés is jön? Hát januártól azért jelentősen változhat ez, hiszen a jövedéki adót azért tetemesen fogja megemelni a kormány, azzal együtt, hogy lehet abban még korrekció, hiszen úgy kell megállapítani a jövedéki adót, hogy az októberi első euró árfolyamhoz kell igazítani, és annak megfelelően. Ebből következően, hogyha nem lesz az a korábban belengetett 425 forinttal jelzett eurós árfolyam, reméljük nem lesz, akkor kisebb lesz a jövedéki adóemelés. Egyébként a dolog érdekessége az a mostani helyzetnek is, hogy tavaly ilyenkor nem sokan emlékeznek rá, hiszen a 480 forintos üzemanyag ársapka elfette ezt, de 800 forint körül volt az üzemanyag ára, tehát még csak a mostaninál is magasabb volt az ár. Ez egy hasonló szituáció, ősszel ez nagyjából mindig beszokott következni, nyáron a finomítókat leállítják különböző karbantartási tevékenységre, ilyenkor futnak még fel a kapacitások, a kereslet pedig éppen az őszi munkák és az ősszel beinduló nagyobb árukereskedelem miatt felpörög, ráadásul most még a kínai gazdaság is talán kezd magára találni, bár vannak azért kétségeink, és az is nyomja az ilyen jellegű keresletet, tehát a kereslet növekedésével és azzal, hogy az OPEC visszafogja az olajtermelést éppen az ár kordában, vagy magasabban tartása miatt. Ebből következően ez a kettő adja ezt a nagyon magas üzemanyag árat. Nem utolsó sorban nyilván az egyéb adó, rárakódó költségek miatt. Na, tehát, hogy ennyire lehet tudni előre nagyjából évszakarányosan, hogy hogyan változik az igény, akkor a termelők, finomítók miért nem álltak rá arra már néhány hete, hogy akkor fokozottabban a gázolaj termelése, vagy a gázolaj finomítására alkalmasabb olajfajtákat vásárolják? Igen, ugye ez a kulcskérdés, hogy vannak olyan olajok, amelyeknek magasabb a gázolajtartalma, és vannak olyanok, elsősorban a könnyű olajok, amelyeknek magasabb a benzin és például a kerozin tartalma. Hogyha olyan termelés visszafogás érkezik, amely elsősorban például a szaudi olajnál, vagy mondjuk az orosz olajnál, amelyeknek magasabb a dízelolaj tartalma, ott egyértelmű, hogy a nyersolaj kínálat az befolyásolja ezt a lehetőséget. A másik az, hogy ugye ebben a mostani energia ár feszült helyzetben a finomítók sem tudják jól belőni, hogy mikor tegyék meg a karbantartást, viszont karbantartás nélkül ilyen hatalmas üzemeket nem lehet életben tartani, tehát nem tudják egy idő után tovább halasztani, kénytelenek megtenni, és kilövik azt az időszakot, általában nyári időszakot, amikor a legkisebb, mondjuk úgy, hogy fájdalommal tudják ezt megoldani, és aztán majd szépen lassan fölpörög ez a mennyiség, de az biztos, hogy ilyen jellegű hiány, meg ilyen jellegű gyorsított kereslet, mondom, szinte évente bekövetkezik a piacon. Már a finomítóknál tartunk, mennyire lett igaz az a hír, amit olvastam, amit azt hiszem talán a Világgazdaság cikkében, hogy a nyári időszakban az óriási meleg is korlátozta a finomítók tevékenységét, vagy lehetőségét, hogy bizonyos hőfok fölött kell, vagy alatt lehet csak megfelelő módon megfelelő anyagokat előállítani. Én azt gondolom, hogy a finomítási technológia ennél picit bonyolultabb. Minél nehezebb az alkotóelem, annál magasabb hőmérséklet kell hozzá. Tehát ilyen értelemben, hogyha olyan olajat finomítok, amelyekben magasabb a könnyű alkotóelem, tehát a benzin, kerozin, azoknál elegendő sokkal alacsonyabb hőmérséklet, olyankor bezavarhat egyébként ez a magas nyári hőmérséklet, és nyilván a hűtésre akkor többet kell fordítani. Ezzel együtt én nem gondolom, hogy ez számottevően és technológiailag komoly problémát okozna a finomítóban. Viszont abban szerencsében van részünk, hogy sajnálatos módon mindig leginkább az orosz olajra vagyunk rá kényszerítve, vagy a legnagyobb mennyiségben az érkezik, az pedig állítólag a dízelolaj tartalmát tekintve szerencsés. Akkor nálunk miért lett mégis dízelhiány? Hát ugye ez egy érdekes helyzet, ugye, mert azzal együtt, hogy a magyar és a szlovák finomító, ugye mind a kettő a MOL-hoz tartozik, ellátja Közép-Európa jelentős részét dízelolajjal és benzinnel, és az orosz olaj ebből a szempontból tényleg kedvezőbb, hiszen magasabb a dízel tartalma, mint más olajoknak.
ezzel együtt azt a fajta korlátozás is látni kell, hogy például az Oroszországból érkező nyersanyagból előállított dízel már nem, vagy nem olyan könnyen kereskedhető. Ugye a szlovák finomító esetében kapott felmentést a MOL, hogy Csehországot ellássa, hiszen jelentősen ellátja őket ezzel a dízelüzemanyaggal. Tehát azért föl kell készülnie arra, és a MOL tesz is azért, hogy növelje azt az olajat, amit tengeren szállít be ugye a horvátországi kikötőbe, és ezeknél az olajoknál bizony nem, vagy nem feltétlenül tud mindig olyan olajat találni, amelyiknek magasabb a dízel tartalma. De hát a többsége, tehát az üzemanyagnak mégiscsak, hogy az olajnak Oroszországba érkezik, méghozzá Ukrajnán keresztül. Így van. Most a kormány arra hivatkozik, hogy az ukrán tranzíti díjak megemelése okozza a hazai árak emelkedését is. Tegyük már tisztába, egy kicsit többféle nyilatot is ezzel kapcsolatban elhangzott. Ön melyiket véli helyesnek 2-től 10 forintig terjed, de néhány forintos tétel mindesetre az, amit ez jelent állítólag literenként. Ez a 2-től 10 forint azért van ilyen nagy szórás, mert ki azt veszi figyelembe, hogy a miniszterelnök azt mondta, hogy 9-ről fölemelték hirtelen 21-re az ukránok a tranzit díjat. Ez nem igaz, hiszen másfél év alatt emelték föl. Tehát volt már 13, 15, 17, tehát a legutóbbi emelés az 4 euró volt tonnánként. Hogyha azt megnézzük, hogy nagyjából egy tonna nyersolajból mennyi üzemanyagot tudunk előállítani, és azt leosztjuk ezzel literre, akkor kb. 2-3 forintos emelés jelentett ez a mostani utolsó. Ha 9-től 21-ig nézzük, akkor természetesen nagyjából 8-10 forint körül emelkedés volt, de azt kell látni, hogy például egy 700 forintos üzemanyagárnál azért az a 2-3 forint, de akár még a 10 forintos emelés is gyakorlatilag semmi. Ráadásul az üzemanyagárat nem így határozzák meg a cégek, hanem sokkal összetettebb ennek a kiszámítása, a tranzidínak semmi köze hozzá. Még egy nagyon fontos kérdés, teljesen más energiafajta, a paksi atomerőmű fűtőanyaga. Felrepentek a hírek, esetleg francia forrásból szereznénk be, menjenek a realitása, a kormány időközben cáfolta ezt a hírt, vagy lehet olyan megosztás, hogy bizonyos részegysége a paksi atomerőnek majd orosz, a másik pedig francia fűtőegysége. Ennél véhetően azért összetettebb a helyzet, hiszen a francia fűtőelem és az orosz fűtőelem a geometriájában is, tehát ahogy kinéz, teljesen más, az egyik oszlopba készül, a másik kazettás rendszerben, más a hűtés hozzá. Ebből következően nem lehet egy az egybe kicserélni a francia fűtőelemre az orosz fűtőelemet. Át kell alakítani. Át kell alakítani a paksi rendszert, nyilván a gyártó nem fogja átalakítani. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy az a bejelentés, ami a múlt héten történt, az egy hasznos előrelépés végre, hogy ne tegyük magunkat még ezen a területen is kiszolgáltatottá az oroszoknak. A franciák alkalmasak arra, és a paksi erőmű is, hogy átalakítás után mondjuk a francia fűtőelemet használja, de az azért nem egyik pillanatra a másikra megy, itt azért komoly fejlesztés, legalább 2-3 év, de lehet, hogy 4-5 éves fejlesztés kell. Fogunk még erről beszélgetni. Biztosan. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm.